Köszöntöm a kedves nézőket! Tudják, és most lefényképezkedünk, hogy mindörökre meglegyünk. Köszönöm az Alexandra pódiumnak, hogy ezen a gyönyörű helyen forgathatunk. Most már tudom, hogy amikor azt mondják a műsorvezető kollégáim, hogy világsztárral beszélgetnek, hogy miért izgulnak, hiszen én is most egy világsztárral beszélgetek Rost András személyében. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást. Jól ülsz? Megkérdezem. Hát nem annyira. Szóval tulajdonképpen, ha már világsztárt hívnak egy műsorba, akkor valami jobbat kell. Ezért, vagy más színűt, vagy nem tudom. Vagy valami kicsit kényelmesebb. Az az igazság, hogy arra gondoltam, hogy egy operaénekes folyton áll. Maximum fekve énekelhet. Hát gondoltam, hogy akkor legalább egy fotelban üljél, de gondolod, álljunk fel? Nem. Jó lesz így? Azért látom, nem, hogy mindenhol rakosgatod a lábad. Igen, szóval az a helyzet, hogy én otthon úgy szoktam ülni, hogy így leveszem a cipőmet, és akkor beleülök a fotelba. Hát akkor legyen így. Így jó? Szóval én így szoktam. Jó? Igen, nekem ez így jó. Így jó. Na, így most. Na, jó? Ugye, ugye, így most kényelmes. Egyet nem tudok megígérni neked, hogy én is így ülök, mert én nem félek így el. Szóval úgy kellett volna igazság szerint kezdeni a műsort, hogy Liszt-díjas, Kossuth-díjas, érdemes művész. De hát a világsztár, amit mondtam az elején, most már azért ezen istenen arccal viseled, és mindenféle udvariasságot félretéve, te tényleg világsztár vagy, hiszen könnyebb felsorolni azokat az operaházakat a világban, ahol nem voltál. Ez tényleg így van, és azért is vagyok már ilyen rezzenéstelen, mert hát el kell, hogy fogadjam, ugye végigcsináltam ezt most már, ezt a 21 és fél évet ezen a pályán. Igen, 8 évesen kezdted, akartam is mondani. Ja, igen. Apró gyermekkorom óta. Kitérünk ide. Igen. Tehát azért most már tényleg nem küszködök ugye ez ellen, bár a sztár szó azért egy kicsit ugye elcsépelté vált, és nem annyira örülök ennek a szónak, de hát még egyelőre nem találtak mást ki rá, és hát végső soron a jelentése az nagyon szép, tehát a csillag, ugye, igen, hogyha nem sztárt mondunk, hanem csillagot mondunk, az egy olyan égitest, amelynek saját fénye van, azért ez gyönyörű, nem? Hát neked van saját fényed. Tényleg. Felhívtam Eszter kislányodat, és megkérdeztem tőle, hogy szerinted Andrea miről beszélne szívesen? És megmondta. Azt mondta, hogy nagy dolog most az életedben a fakváltás. Hogy a Gildáról ugye Mimire, és ez nagy szó. Beszélgetünk? Szeretnél erről? Hát milyen érdekes, ez egy nagyon jó ötlet volt részedről, hogy felhívtad őt, mert ő is tanul énekelni, néha én is foglalkozom vele. Láttam is őt. De nem biztos, hogy énekes lesz belőle. Lehet. És ő, azt hiszem, hogy ő engem borzasztóan ismer, tehát ezeket a fajta kisebb rezdüléseimet is megérzi. És például a Gildát, meg általában azokat a szerepeimet, amikben meghalok, azt nem is nézi meg. Persze meghallgatja, és akkor kimegy az utolsó felvonás előtt, és azt ő maximum meghallgatja a hangszóróban. Tehát azért neki van erről véleménye, hallja esetleg a hibáimat is, azt is meg szoktam mondani egyébként. Mármint, hogy Rost Andrea hibáit megmondja az Eszter. Az Eszter nagyon ért az énekléshez. Tehát az Eszter, tehát ahogy én megmondom neki, hogy mit kéne másképp csinálni, vagy jobban, úgy ő is mond nekem, hát nem azt mondom, hogy állandó jelleggel, ugye ő tanít engem, nem erről van szó, csak hogyha van valami, akkor azt megbeszéljük. Ha nem zökettelek ki, és már az Eszternért tartunk, szerinted megnehezítetted az életét azzal, hogy te vagy Rost Andrea? Biztosan. Ugye én ezt nem csináltam végig, mert én nekem egy olyan családom volt, ahol senki nem volt zenész, és az én utam egy teljesen váratlan és szokatlan dolog volt ebben a családban. Én úgy szoktam mondani, hogy engem megtalált a zene. Tehát én tulajdonképpen énekeltem, és aztán egyszer csak magához ölelt a zene, meg egyáltalán ez a hivatás. És igazából nem én készültem rá. Hanem elkezdtem énekelni, tanulni 14 évesen, addig még a Kottát sem ismertem. Tehát ez egy nagyon érdekes sztori volt.
Na most vissza ugye arra a dologra, amit a lányom nagyon okosan mondott, és hogy én miről szeretnék beszélni, ez a váltás. Ami nagyon érdekes módon nem csak abból áll, hogy más szerepeket kezdek el énekelni, és azokat, amiket idáig énekeltem, egy kivétellel egyébként, az a Traviata, azt megtartom, de az összes olyan koloratúr szerepet, mint a Lucia, Gilda, és ezek, ezt nem fogom már énekelni. De nem csak, hogy egy ilyenfajta fachváltáson megyek most keresztül, hanem volt egy elgondolásom, egy ötletem, egy érzésem, ami végül is most kezdi kibontani magát a Pannondalok gyűjtő név alatt, vagy cím alatt, ami nagyon érdekes. Ami nekem, nem így mondanám, ez nem egy kirándulás, hanem ez egy visszatérés. Tehát abból a népdalokat énekelgető kislányból, akiből egyszer csak operaénekes lett, most próbálok visszatérni ahhoz, nem utánozva népdalénekeseket, mert az már nem lehetek. Nem is akarok én ilyen babérokra törni, csak megpróbálni egy kicsit ezeket az érzéseket, ezeket a fajta színeket előhozni magamból, meg hát ezeknek a fantasztikus zenészeknek a segítségével valami nagyon szépet kitalálni. Most én nem új és meghökkentő akarok lenni, hanem valami ős igazságot, ez olyan nagyon komolyan hangzik, de valami ilyesmihez szeretnék kicsit közelebb kerülni. Nem tud átadni a hangodnak? Nem. Hogyha hiszem, nem a fakkodban maradsz, hogy így nem, mondjam? Nem, nem. Hát, mert ugye ez torokból énekel. Igen, de azért ez mikrofonos éneklés. Ja, igen, hát igen, tehát ez egy egészen más hangerő. Tehát nekem nem kell, tényleg nem kell olyan hangerővel énekelnem, mint ezeknek a népdal énekeseknek.